Sziasztok! Ezt a videót a kocsiban veszem fel, mert annyira fúj odakint a szél, hogy szerintem nem lenne érthető, amit mondok. Viszont kezdjünk is akkor bele, ugyanis ezzel az egész Kongó kálváriával kapcsolatban elég sok mindenre számítottam, de arra biztos nem, hogy csalók próbálnak meg majd átverni. Gyorsan vázolom a helyzetet. Még vasárnap délután este fele kaptam az ominózus váltó széttörős probléma vázolós videóm alá egy kommentet, mely szerint egy Renault szalon ingyen felajánl nekem egy pár éves kangót a további utazáshoz. Hmm. Az igazság az, hogy hittem is meg nem is a dolgot, de mondom, egy próbát megér. Így válaszoltam rá, megírtam az e-mail címemet, ahol elérnek. Másnap reggel már ott is volt az üzenet, melyben az állt, fényképezzem le és küldjem el nekik a személyimet meg a jogsimat, mert az kell a kölcsönadásihoz. A végére még egy nagyon frappáns viccet is sikerült írni. Na, őszintén szólva, nekem már itt kezdett gyanús lenni a dolog, mert még semmi konkrétról szó nem volt, de én már küldjem a fényképeket az igazolványaimról, stb. stb. Megmondjuk, volt már pár hivatalos megkeresésem, de egyik sem így nézett ki, hogy egy láthatóan kamu profilképpen rendelkező e-mail címről valaki hajnali 2 óra 11 perckor írogat nekem emiatt kértem, hogy pontosítson már kicsit a dolgokon, mert ez így eddig nem tűnt túl komolynak, meg azt kell mondjam, hihetőnek sem. Meglepő módon jött válasz, pedig úgy gondoltam, hogy erre már érdemi reakció nem lesz. De lett. Itt meg lett nevezve a dolog a Békési Fót Kft. egy vecsési címmel. Meg kiderült, hogy nem is emberünkkel kell ezt az egészet leboxolnom, hanem neki a testvére dolgozik ott, és majd ők segítenek nekem. Áj, egyre jobban kilógott az a lóláb, azt kell mondjam. Mert akkor miért nem maga a szalom veszi fel velem a kapcsolatot, és még lehetne sorolni azt a kismillió kérdést, ami cikázott a fejemben? Meg számomra, ha valahol ezt így látom leírva, hogy idézem, nincs benne semmi átverés, na ott nálam azonnal kapcsol a villogó meg sziréna, hogy de, van benne. Az egész egy átverés. Gyorsan rákerestem már az említett címre meg Kft-re, és a Google szerint évek óta bezárt a hely, az ott szereplő telefonszámot tárcsázva meg kiderült, hogy a hívott számon előfizető nem kapcsolható. A Békési Fót Kft. ugyanis Fóton a Móricz Zsigmond út 41 szám alatt található. A vecsési cím alatt csak egy ilyen lepusztult valami látszik a Street View-on, szóval én ezen a ponton azt sem nagyon akartam már elhinni a fickónak, amikor tüsszent. Pont ezért vissza is írtam neki, hogy amit küldött helyszínt, az nem is létezik, és felhívni sem tudom őket. Erre az alábbi válasz érkezett. Mi szerint csak a telefonszám más, de ők továbbra is oda járnak évek óta, meg persze én vagyok a szemét, stb. stb. Hogy miként jött ide a katonaság, azt hagyjuk is, főleg, hogy értelmesen meg se tudta fogalmazni, mit akar, illetve a végére jött még egy rendkívül igényes jó kívánság meg elköszönés. Ezek után semmi kétségem nem volt a felől, hogy engem itt egyszerűen csőbe akartak húzni. Most csak józan paraszti észsel átgondolva a dolgokat, egy, semmilyen értelmes bemutatkozás leírást nem kaptam a dolgokról. Kettő, mint kiderült, aki írt nekem, annak eleve köze nincs a szalonhoz, hanem a testvére, vagy mit tudom én, ki -e van ott. Három ha egy szalon komolyan gondol egy ilyen dolgot, akkor ők fognak megkeresni engem, és nem egy ilyen kamuprofilos Géza irogat nekem, főleg nem ilyeneket, hogy minden el van intézve, csak küldjem a fényképet az igazolványokról. Aztán négy. Mindig, mindenhol ezt hallgatjuk, hogy soha semmilyen személyes adatunkat ne adjuk ki ismeretlen embernek, mindegy, hogy miről legyen szó. 5 az egyik legfontosabb dolog az összes közül, biztos ismeritek a mondást, ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az nem az. Márpedig ez a dolog az elejétől kezdve elég tündérmeseszerű volt, és azért én sem egy nyeretlen két éves vagyok, aki most jött a 6 20 6. Mint mondtam, volt már hivatalos megkeresésem, hát az rohadtul nem így nézett ki. 7. Ha megírom, hogy a cég meg helyszín, amit emleget, nem stimmel a keresésem alapján, akkor arra tényleg ez kell legyen a reakció, hogy jól van, akkor baszódj meg, és még nekiáll feljebb. 8. Kölcsönadási szerződést a helyszínen szoktunk írni, mert hogy azt több embernek is szignóznia kell, többek között nekem is. Így aztán eleve nem is értem, hogy minek ehhez a papírjain fényképe, hiszen attól, hogy beírod az adataimat a szerződésbe, de nem írom alá, akkor simán érvénytelen az egész, vagy ha ti oda hamisítjátok, akkor meg visszaélésről egészen pontosan okirat hamisításról van szó, ami viszont bűncselekmény és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. De nem is ez baszta ki nálam a biztosítékot, hanem az, mikor visszament az eredeti YouTube-os kommentje alá kommentelni a következőt. Azt hiszem, ehhez nem lehet, meg nincs is mit érdemben hozzáfűzni. Hát, kedves csaló úr, sajnálom, hogy nem haraptam rá egyből a horgodra, mondhatni, ez most nem jött be neked. A csávó kommentjeit ne is keresétek a hozzászólásoknál, mert fogtam, töröltem, tiltottam a gecibe, azt haladjunk. De ami a lényeg, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ennek a videónak legyen valami tanulsága, az pontosan ez, hogy mindig legyetek észnél. Azokat az embereket a legkönnyebb átverni, akik bajban vannak, és ezt a csalók is pontosan tudják. Ha most én is ész nélküli, belemegyek ebbe, ki tudja azóta, mire használták volna már fel az adataimat. Legyetek résen, és soha senkinek ne adjatok ki bizalmas információt magatokról, főleg ne egy ilyen internetről odaszabadult, név meg arc nélküli akárkinek, csak azért, mert ígér nektek valami szépet. Tényleg vésétek még egyszer jól eszetekbe, ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az nem az. Ilyenkor hátraarc, forduljatok meg, és sétáljatok el onnan.